Ügyesen. Helyesen lesz lenni. Úgy. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy riporter alanunk lesz. A családja mennyire járult hozzá ahhoz, hogy fazekas legyen, és hogy ők is utaltak arra, hogy ezzel a foglalkozást kéne választani? Hát ez nagyon érdekes, ugyanis én pedagógus akartam lenni, mint nálunk mindenki a családba. De mivel enyhén racsolok, ez ilyen titkos dolog, ezért hiába volt jó a bizonyítványom, és hiába volt jó bármi, engem a felvételin kirúgtak. Történt ez a szarvasi tanítóképzőbe. És én nagyon sírtam, és az egyik legjobb barátnőm, ő már fazekasnak akart menni, és én otthon bejelentettem, hogy ezért bosszúból én elmegyek fazekasnak a Nellivel együtt. És az én pedagógus anyukám azt mondta, hogy jól van, nem bánja. Ahelyett, hogy nem is tudom, miért mondta ezt, hisz ez lett volna, vagy nem ez lett volna természetes. És én bizony elmentem, másnap vagy harmadnap volt a felvételizés a mezőtúli fazekasházba, és mi szépen ketten elmentünk fazekasnak. És hát annak rendje módja szerint tanultunk, és mivel ugye aki jó az egyikbe, az jó a másikba is, és azért nekem nagyon jól sikerültek, és már az első tanuló évembe rendes fazekas pályázaton nyertem, tehát sikeres volt a nekiállás, csak hát ugye a fazekasok nem egy megbecsült emberek voltak, az egy kétkezi szakma, az mégse olyan, mint egy pedagógus, és utána nem soká férhez is mentem, és rögtön született két gyerekem, úgyhogy a főiskola meg se fordulhatott utána a fejembe. Viszont akit mutattam is, a Kreszpanni néni, meg a múzeológusoknak nagyon felcsillant a szeme rajtam, és nagyon örültek, nagyon biztattak és támogattak, úgyhogy így maradtam fazekas. És a szülei mit szóltak ahhoz, hogy másik pályát választott? Hát mivel látták, hogy jól csinálom, amit csinálok, és amit választottam, jól választottam, ezért támogatták, úgyhogy a mai napig is az én 80 éves pedagógus, ízig-vérig pedagógus anyukám a legnagyobb elismerőm. és nagyon meg van hatódva, és nagyon örül minden kiállításon, minden pályázaton. Szerintem ő nagyon drukkolt nekem, és tehát látta, hogy jó az út. És van a fazekassághoz köze annak, hogy Gerjenbe költöztek? Nem, nincsen semmi, ez magánéleti költözés volt. És sajnálom is, bár mezőtúron olyan mértékben tönkrement a fazekasság, amilyen nagy múltú volt, valahogy annyira szétszóródtak az emberek, hogy nem biztos, hogy jó lett volna, hogyha ott maradok. És ugye 3 évvel Gerjenbe költözés után létrehozta saját műhelyét. Okay. És ezt hogyan határozta, hogy maga most saját műhelyet fog indítani? Kénytelen voltam, és mivel ez 83-ban volt, akkor még nem is volt divat az úgynevezett magánműhelyek, és akikkel én együtt dolgoztam a cégnél, azok igen furcsán néztek rám, hogy hú, ennek már saját műhelye lesz, mert minden. Kénytelen voltam, nem tudtam hol dolgozni. Ez teljes mértékben kényszerűség volt. Az előadáson említette, hogy különböző családoknak különböző díszítési hagyományaik vannak, és a maga családjában, mivel nem volt még fazekas, vagy hasonló mesterségű ember, akkor maguknak nincs is ilyen hagyomány? Hogy én mit találtam ki magamnak? Én is kitaláltam magamnak egy pecsétnyomót, amit mostanában ritkán használok, de régebben többet használtam, tehát amelyik edénybe ez bele van. De egyébként aláírom az edényeimet. A butelláim között van az oldalában mindig egy kis díszítés, ami elég gyakran benne van. Meg szokták ismerni, tehát aki már járatos egy kicsit ezekbe a fazekas dolgokba, megismerik a dolgaimat. Az ön munkáibanak a mintái, azok jelentnek valamit, vagy vannak csak simán sormotívumok? Igen, vannak. Ott például van egy kicsi kuglós sütő,
abban van egy olyan szív, aminek a felső csücskébe van egy kis kereszt. És ez a keresztény szeretetet jelenti. Van még egyéb hullámvonalak a megtörésekkel, ezek is az élet folyamatosságát jelentik. Vannak négyes osztású díszítményeim, ami ugye lehet a négy világtáj, de lehet a földiség és a szellemiségnek a keresztezése, és hát ennek ábrázolása. Sok ilyen apró dolog van. Sokszor előfordul már olyan, hogy nem is gondol, csak na, ebbe ilyet teszek. Eleinte is használt már színeket, vagy csak később kezdtél? Hát sok egyforma zöldet csináltunk, mint például az a csörögéstál, ahol ugye nem az dominál, hogy minél színesebb legyen, hanem a már nyersanyagként kidíszített tárgy, elég neki az az egy szín, mert olyan játéka van a díszítménynek, hogy nem kell tovább színezni. Mezőtúron domináns volt a zöldmáz, ez a nagyon szép, sötét zöldmáz, és például van az a nagy gyertyamátó, ami rátétes díszítésű, ez se igényel különböző, hogy kiemeljem színnel a díszítményt, hiszen a plasztikussága is már kiemeli, meg hát sokszor ugye a máz, ahogy a tűz olvasztja, a kiállóperemekről lefolyik, és a mélyedésekbe befolyik, és már ezáltal ott sűrűbb lesz, hígabb lesz, és már van egy színjáték az egésznek. Szeretem az egyszínűeket, de csak arra öntöm az egyszínű mázat, ami nem lesz unalmas tőle, mert bizony vannak olyanok, hogy mindent leöntenek zöldmázzal, és akkor van egy csomó unalom is benne. És kik a mesterei? A mesterem Gonda István nevezetű mezőtúri fazekas, szintén népművészetmestere, és Kósa Klári, ő eredetileg kecskeméti volt, most Szentendrén dolgozik. Ő volt az a két ember, aki már amit említettem, hogy a szövetkezeti mozgalomban termelni kezdtek a szövetkezetek, és ők voltak a tervezői a mezőtúri fazekas szövetkezetnek. Tehát ők dolgozták ki azokat a tárgyakat, amiket majd lezsűriznek, és az egész országba telíteni fognak, tehát ez egy tömegtermelés volt, de ezt ők állították elő. És ők voltak a mestereim, meg hát mindenki, egy idő után mindenki mestere lesz az embernek, akire fölnéz, akit tisztel. És hát a Kreszpanni néni még akkor élt, és én sokat bejártam hozzá a Néprajzi Múzeumban, sokat beszélgettünk mindenről. Mennyire egyedik a munkái? Hát teljesen. Legalábbis remélem. Ha csak nem jön valami ifjonti fazekas, és aki rögtön lemásolja őket, bár ha ügyes keze van, még ezt is hagyom a cél érdekébe. Teljesen egyediek. A áttört csörögés tálakat én kezdtem el csinálni olyan 79 körül, és azóta már nagyon sokan csinálják, ki jobban, ki rosszabbul. Én most már egészen más milyeneket is csinálok. A jellemző rám a butellák, az áttörtek és a rátétes. Ezek általában. Aztán hát most már mindenki csinál mindent. Most igen furcsa világot élünk, úgyhogy nincs már ez meg, mint régen volt, hogy a, nem is tudom mit mondjak, hogy Debrecenben csak azok voltak, és csak úgy, és csak azok a dinasztiák, már nincs. Mindenki csinál mindent, amit ér. Akkor egy laikus, elnézést, laikus szemmel, ha ránézünk, akkor is meg tudjuk különböztetni az alkotókat a munkájuk szerint? Vagy inkább hát, csak ha a sokat szakma? Látták, igen. Akkor igen. Igen. Ha sokat látták, akkor igen. Igen, meg tapintás, súlya, szép, könnyű, légies edények. Nekem is van az a nagy edényem, de nem túl nehéz, mert az rendesen meg van korongozva. Most például van egy olyan feltörekvő ifjú fazekas, akinek csak külseje szép az edényének, de ha megfogjuk, látjuk, hogy még nem gyakorlatkész csinálta.
meg lehet azt, észre lehet venni. Szokta tanítani is ezt a mesterséget? Igen, szoktam, ha meghívnak, és leginkább fazekasokat szeretek tanítani. Tehát olyan fazekasokat, akik már tudják a szakma alapjait, azzal már nem szeretek foglalkozni, hogy valaki most próbálja ugye középre húzni az agyagot, mert azt mindenki tanulja meg. Tehát már egy igen felső szinten szeretek én foglalkozni az emberekkel. Volt olyan is, aki szeretne hozzám jönni tanulni, aki ugyanolyan gyönyörűen tud áttörni egy tálat, mint én, csak nincs benne rend. Te a hogyan kell megtanulni. Az alapokat már tökéletesen tudja, sőt azt mondtam neki, hogy jobban tudod, mint én. Sokkal apróbbat vág, sokkal sűrűbbet vág, sokkal rendezettebben megcsinálja. Csak nem jól, nem oda teszi a hangsúlyt, túl nagy a széle, túl kicsi a közepe. Ezt is meg kell tanulni. Itt használati tárgyból látunk egy jó gyúrótálat, azt a fehér kék díszítésűt, az például egy önmagában egy komplett pogácsa készítő tárgy, meg lehet gyúrni benne a tésztát, keleszteni lehet benne, hiszen a cserépfala átveszi a hőt, azt a bizonyos hőmennyiséget, ami mondjuk egy konyhában van, vagy ha kiteszik a napra, nagyon jól dolgozik benne az élesztős tészta, és akkor még sül a pogácsa a sütőbe, gyorsan el kell mosni, és akkor a vendégek elé is már bele lehet tenni a pogácsát. Akkor van ott egy pitesütő tepsi, én úgy mondom, hogy pitét, rakott zöldségeket lehet benne sütni, az egy nagyon jó minőségű holland samottos agyagból van, nagyon jól bírja a hőingadozásokat. Az igen, az a kétfüles, az viszont jó nehéz, több mint 1000 fok hőn éget ki, és hát szép is tulajdonképpen, hogyha azt meggyes pitével telesüti az ember, akkor jöhet a vendég. És mennyire kelendőek? Hát ezt két részre választanám. Kelendő, ha több pénze lenne az embereknek, mert sokan megállnak és sóvárognak, hogy jaj, de jó lenne, hogyha megvehetné. Én se tudom olcsóbban adni, mert az alapanyagok és a villanyáram és a minden, tehát ebből már művészi érték már nincs is benne az áraimba tulajdonképpen. Ami bosszant, az a, meg nem csak engem, másokat is, hogy Magyarországon úgy elvegyesült, vagy nem tudok erre mit mondani, a lakáskultúra, hogy némely embernek, ha belépek a lakásába, nem tudom, hogy melyik országban vagyok. Tehát a mediterrán, a provanszi, a minimál árt, a fogalmam sincs, hogy mi elő nem fordul, és ezt mi nem vagyunk hajlandó követni a termékeink színvonalával és stílusával. És ezek nem jönnek hozzánk vásárolni, ezek bemennek a különböző nem tudom milyen boltokba. Hozzám is jött már ilyen boltos, hogy csináljak én neki rózsás nem tudom micsodát, mert hogy Hollandiából nagyon drága a behozatal. És mondtam, hogy csinálok pirosat, rózsásat, de akkor az ez a stílus lesz. És végül is vett, és tetszett is neki. Tehát van piros rózsás a magyar népművészetben is, meg kell keresni, és végül is rábólintott, hogy lehet. És ezt szeretném feszegetni, ezeket a dolgokat,
És még egy másik dolog, ami előfordult, hogy a fazekas barátnőmnek csodálatos magyarosan berendezett csodálatos lakása van. Ki akart menni a lakáskultúra újság hozzá riportot csinálni, megkérdezték, milyen stílusban van berendezve a lakás, mondta, hogy magyarba, ja, akkor nem kell. Hát ez szerintem hihetetlen. Ilyet nem lehet. Az előadáson említette, hogy szoktak járni zsűrizni is. Ott szoktak felfedezni új tehetségeket? Hát bárcsak úgy lenne. Hát ez már úgy van, mindenki ismer mindenkit. Nagy csodák sajnos nem szoktak előfordulni. Jó lenne, nagyon örülnénk neki. Nagyon örülnénk neki. Van most egy olyan, különböző kicsi kis pályázatok vannak, ez most nem olyan pályázat, amit meg kell írni, hanem olyan pályázat, hogy be kell adni cserepeket. Van a Népművészeti Fiúmestere című pályázat, amire mindig várjuk az ifjú tehetségeket. Én ezt 19 éves koromban nyertem meg a butellákkal foglalkozó dolgozatommal, tehát eléggé ifjú mester voltam, de ez 35 éves korig várjuk az ifjakat, hogy jöjjenek. Ez egy nagy, hát egy tehetségkutató tulajdonképpen, és még van egy, a Vándorfazekas, azt hiszem az a címe, ott is a fiatalokat várjuk, hogy ott most egy nagyon helyes kislány nyert, és szépek voltak a dolgai is, úgyhogy ő megérdemelten nyerte az idén, és akkor persze ő mindenféle kedvezményeket kap, meg támogatják, meg foglalkoznak vele. Ritkán egy-egy. De igazán nagy pályázatokon nem szokott lenni. Nem szokott sajnos, hát remélem, hogy majd ő adnak be. Nem mernek talán. Nem is tudom, hogy miért nem. És a gyermekei mennyire érdeklődnek a fazekasság iránt? Hát annyi felé szaladnak a fazekas műhelyből, kifele hányan vannak, mert az ő gyerekkoruk azzal telt el, hogy menj innen, ne lépj rá, ne nyúj hozzá, ne menj bele. Az egyik, hát tulajdonképpen mindegyik lányom, három lányom van, két nagy meg a Zsófi. A kisebbik nagylányom, ő Pécsen végzett a művészetibe, mert nem bírt magával tényleg, de azt mondta, hogy nem ám kedámiára, azt nem, hanem ő ötvös. Dolgozik is szépen, most ugyan gyermekei vannak, most egy picit abba hagyta. És hát Zsófinak ügyes még a keze, ő vele lehetne valamit kezdeni, majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Tulajdonképpen fazekas nem akar lenni senki, de a kollégáim is ugyanígy állnak. Tehát a gyerekek látják ezt a sok küzdést, meg sok munkát, meg hát mindent, nem tudom. Amint elmondtam, én jobban szeretném, hogyha azokból lennének fazekasok, ugye most már nagyon divat a felsőfokú tanulás, tanuljanak is, nem 8. osztályból kell jó fazekasnak lenni. Egyébként ez be is bizonyosodott a kollégáim és a tanulótársaim között is, hogy akik ugye régen 8. után elmentek ipari tanulónak, és aki fazekasnak megy 8. után, abból nem lett semmi. Tehát egy bizonyos kulturáltság kell, ilyen színvonalon ezt a szakmát csinálni. És én úgy gondolom, hogyha még egy néprajzi szakot is elvégezne a delikvens, és úgy közben tanulna fazekasnak, az lenne a legjobb. Nekem több kérdésem nincsen. Ha a többieknek van, akkor azt most tegyétek fel. Nagyon szívesen válaszolok rá. Én szeretnék egy kérdést feltenni. Magyarországon körülbelül hány család foglalkozik fazekassága, hogy hány család él körülbelül ebben? Elég sok, szerintem 100-on fölül. De az egyik kolléganőmnek volt egy gonosz megjegyzése, hogy tudjátok, ebben az országban 8-an vagyunk fazekasok, amiben valóban van valami igazság, hogy az, aki kőkeményen azt a színvonalat és azt a hagyományt viszi tovább, valóban 8-10 vagyunk. Adjunk még egy kicsit, megduplázzuk 15-en. Aki foglalkozik azzal a mai világban, hogy tartsa meg a hagyományokat, valami stílus dolgozzon ki, dolgozzon tovább valami stílust, azon belül alkosson valami egyedit. Tehát mindig attól félünk, hogy a magyar fazekasság is olyan lesz, mint a világzene, hogy aztán van benne minden. Na, hát ez most nekünk.
és félünk ettől a világzenétől, mert itt kutyulni nem lehet. Lehet valamit variálni, valamit változtatni, mindent lehet, csak azelőtt olyan alapokon kell tudni a szakmát, amire lehet, ott már bátran lehet. Tehát zongorában is csak az tud virtuóz lenni, ha már előtte mindent tud. Picasso is csak akkor festhetett olyanokat, ha már előtte mindent tudott. Na, ez a helyzet a kutyulással, meg a mindenféle alkotással. Ön szokott pályázatokon részt venni? Igen, szoktam, még tavaly is vettem részt pályázaton. Megmondom őszintén, ráadásul azért vettem részt pályázaton, mert előző évben zsűri voltam egy olyan pályázaton, ahol égnek állt a hajam, hogy mennyire alacsony a színvonal, és ki kellett adni a díjakat, muszáj volt kiadni mindenféle díjat, két második, két harmadik, külön díjak, minden, és szerintem nem volt mire. És azt mondtam, hogy hát valamit kell tudni csinálni, és Debrecenben volt egy fazekas pályázat, azon lettem első díjas, mert a fő díjas az egy debreceni volt, szóval ilyen úgy előfordulgat az ilyen, hogy mégse adják ide az idegennek az első díjat. És akkor viszont Mezőtúron volt egy pályázat, ott ketten lettünk elsők egy kolléganővel, akit nagyon megérdemeltem, mert ő nem nagyon mutatkozott idáig, de nagyon ügyes volt, és nagyon megérdemelte. Viszont a kettőnk után volt egy szakadék, és utána jött a középszint. Tehát ott is valami olyan történt, ami engem igazolt, hogy nagyon sok a középszint, és legalább egy pályázatra kapja össze magát valaki. És a főleg szégyen az volt, hogy ez Mezőtúron volt, ahol még mindig van vagy 20 fazekas. És ennek nem szabadna így előfordulni. Úgyhogy szoktam pályázatokon, ha kedvemre való, meg hogyha valamiért bemérgelnek, akkor nagyon. Egyébként nem könnyű pályázni. Először fejbe kell kitalálni, hogy mit csináljak, mi az, amit más nem csinál, és mivel én már nagyon sok mindent készítettem, akkor nehogy olyan legyen még véletlen se, ami már volt. És azért 35 év alatt már az ember csinál sok mindent, ki kell találni, hogy mi következik most. Tehát fejbe kell nagyon sokat. De hát amint láttátok, anyag van, lehetőség van, csak meg kell találni. Fel lehet újítani sok mindent. Furcsáljuk például, Magyar Szombatfán van a délnyugat Dunántúlon olyan fazekas stílus, ami olyan semmilyen se, egy-két minta van, és nagyon érdekes, mert oda zarándokolva mennek a vevők, és semmit nem újítanak, semmit nem csinálnak, holott lehetne sokkal szebbre begyűjteni a mintakincset, és utána azt máshogy elhelyezni, és nem veszik a fáradtságot, hogy megtegyék. Tehát ez attól még autentikus marad, hogy a kincseket egy kicsikét máshogy feldolgozzuk? Így van. És ezért élhetnének mondjuk ezek a tárgyak a mai modern lakásokban is. De ezt a bizonyos stílus mintakincset, ezt anyanyelvi szinten kell tudni megtanulni, és utána lehet szórni a mintákat, de akkor már csak oda teszi az ember, ahova az való. Itt a vers és a szabad vers. Biztosan, valahogy én nem értek. És sokan mondták, hogy ó, hát ő nem vesz Magyar Szombatfait, az olyan unalmas. Hát ezért unalmas, nincs játéka, és azért, hát bizony megköveteli már a mai kor azt, hogy ha valaki betesz egy olyan szőttest, mint például, ami itt van velünk szemben, ahhoz ne egy csiricsáré, nem tudom mit tegyen, ahhoz egy gyönyörű visszafogott, de formájába, színébe, mert ugye oda már minta nagyon nem kell, oda egy jó forma és egy jó szín kell. És hát, hogyha valakinek jó az ízlése, akkor azt meg lehet csinálni. Azt szeretném megkérdezni, hogy vásárokra, meg kiállításokra szokott járni? Igen, szoktam.
kiállítást most megúgtam egy kicsit, mert abból is sok volt. Hány éve? Azt hiszem 4 vagy 5 éve volt Simon Tornyán a Vádban egy 3 termes kiállításom, az nagyon jó sikerült, nagyon szép volt. Akkor az 50. születésnapomra volt mezőtúron. A mezőtúron van egy nagyon szép túrifazekas múzeum, az érdemes megnézni, akár még neten is, mert nagyon színvonalas. Ott volt egy nagy kiállításom, meg ugyanakkor Budapesten is volt. Hát most is hívnak, Dombóváron lesz valami gasztronómiai, nem tudom micsoda. Istó. Igen, a Rákóczi cukrásznak az emlékére is lesz valamilyen rendezvény, és akkor oda hívtak meg engem a sütőedényeimmel, úgyhogy valószínű, hogy szeptember 28-án a Kristonvízi József meghívására én beadom a derekam, de azért elég strapásak ezek a dolgok, és ott lehet árusítani is, úgyhogy megpróbálom, hogy mit szól hozzám a dombóvári lakosság. Hát ezek próbák, aztán az ember megjelenik, meg örül, hogyha... Tehát inkább ilyen színvonalasabb helyre szoktam menni. Mert ki akar egy faluba, ott a poltba állni a bucsusokkal, nem nagyon szeret. Hogyha nincs több kérdés, akkor... Akkor én az utolsó föltenném, jó? Hogy annyit hallottunk arról, hogy hát ez nem egy könnyű szakma, de azt látjuk, hogy a tárgyakban tükröződik az Éva a lelke, meg a szíve. Biztos, hogy van szépsége is ennek a szakmának. Mit szeret a legjobban a munkájában? Inkább úgy mondom, nagyon nem szeretek kemencét pakolni, mert az már mindig egy olyan utolsó erőködés, egy utolsó fázis, ráadásul ott lehet elrontani mindent. Szeretem az agyagból megkorongozni a tárgyat, mert akkor nekem már fejbe az készen van, és már előre örülök, hogy majd az ilyen lesz, meg olyan lesz. Megdíszíteni szeretem. Aztán van a fülezés, meg ilyen csúszós dolgok, a mázazás, az olyan kellemetlen, rossz, meg piszkos, meg oda kell figyelni. Tehát az, hogy lelöttyintem mázzal az edényt, és hogyha az nem úgy szívja be, vagy híg, vagy van, az egészet el lehet rontani. Az utolsó pillanatban, és az annyira idegesíti az embert, hogy nagyon. Hát a korongozás, meg a díszítés, meg az eltervezése. Bár az hamar meg szokott lenni. De például a mostani pályázatot, ott van az a 3 kis szirkécske, amit ott említettem, hogy Székely udvarhelyi, meg alatta van a 3 tányér, az mind azért készült, mert azok tanulmányok ahhoz a készlethez, ami végül is lett a pályázatra. Ahhoz nekem nem csak, hogy rajzolnom kell, hanem ki is kell próbálnom, hogy az a festék, az a máz, az a díszítmény, hogy fog kinézni, és hogy viselkedik. És utána lehet hozzáfogni. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy az interjú alanyunk volt, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, örültem neki, mert ritkán kérdeznek meg engem ezekről a dolgokról. És egy kicsit olyan, mint a cirkuszi akrobata, hogy mindenne fáj, de mégis mosolyogni kell. Hát ezek az edények remélem mosolyognak, és még egy ideig én ezt tudom így végezni ilyen színvonalon. Köszönöm én is. Köszönjük szépen.